Sziasztok, én Iris vagyok, és elhoztam a legújabb videómat. A mai videóban ismételten lovat fogunk venni. Yeah, boy! Na, kitaláljátok, hogy melyik frizt teszem meg. Na igen, újabb frizre esett a választásom. Ugyanis az a helyzet, hogy nekem ugye a frizek nagyon tetszettek, vagyis hát leginkább Hópihe, de az utóbbi időben ő is megtetszett, úgyhogy őt is megvesszük. Yeah! És hát az egyik neve már majdnem megvolt, ugye Sajt dobta be utótagnak, mert az lesz a neve magyarra fordítva, hogy csendes járőr. Ne kérdezzétek, hogy miért ezt találtam neki, de úgy ez volt az, ami, hogy túllapoztam. Miért ne figyelek? Na, itt van Scout. Ugye ez a járőr. És meg kéne keressem a Silent-et, vagyis a csendeset, halkat, stb. Silent, ott van. Silent Scout, üdvözlünk nálam, vagyis az Iris Tonton istállóban, a Kötona istállóban. Csóroló, már most sajnálom konkrétan. Na mindegy. Az a helyzet, hogy neki szerintem nehéz lesz szettet... Ó, szívecske. Szóval szerintem neki nehéz lesz szettet kukászni, mert elég különleges színe van, de megoldom, és akkor jövök. Ezt a szettet sikerült összekukásznom rá, és most lehet sokan le fogtok fújogni, hogy Úristen, ezen hogy áll a piros, meg jó ég, mit választottál rá? Egyébként még a zöld ilyen szetten vaciláltam, de az a helyzet, hogy az eléggé, hogy is mondjam, furcsán állt neki. Meg az is eléggé visszatartott, hogy ugye nincsen zöld cuccom, ami így illett volna hozzá, úgyhogy ezért lett inkább ez. Illetve még gondolkozom rajta, hogy... leveszem róla az invédőt, csak az a baj, hogy így meg nagyon elüt, ilyen nagyon fehér lesz a lába, úgyhogy szerintem én rajta hagyom. És, ja, a sörényeket inkább nem mutatom be, mert hát szerintem mindenki ezzel marad igazából. Hú, de szép vagy. Szóval szerintem mindenki ezzel a frizz, vagyis ezzel a sörénnyel marad igazából. De aki nem, hát annak egészségére, de ő úgyis meg fogja nézni a sörényeket, úgyhogy igen. Most bemutatom a jármódokat, aki esetleg még nem ismerné, bár ő egy viszonylag régebbi fajta, úgyhogy szerintem így kb. Mindenki ismeri. De azért bemutatom, utána elköszönök, és ja... Szóval ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem tetszett, én még mindig imádom ezt a fajtát, és ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, sziasztok!